Vendégünk a Most vagy Soha című film rendezője Lóth Balázs és forgatókönyvírója Kis Szabó Márk. Sziasztok, köszönjük, szervusztok, hogy eljöttetek. Sziasztok, jó estét. Hello. 5 év munkája kerül hamarosan a mozivászonra, hiszen láthatjuk a Most vagy Soha című filmet, amire már régóta várunk. Milyen kutató munka előzte meg ezt a folyamatot? Mert hogy nagyon mélyre ástatok, és különféle referenciaanyagokat hoztatok elő. Hát egy ilyen filmnél nagyon sok, 19. századról van szó, tehát nagyon sok anyagunk van, nagyon sok festmény, grafika, naplók, levelezések, elolvastuk Petőfi összes levelezését, naplóját, mindent, amit írtak erről, erről a napról, március 15-éről. Elolvastuk a márciusi ifjakkal kapcsolatos összes dokumentumot, az osztrák titkos rendőrséggel kapcsolatos mindent, amit találtunk, tehát egy ilyen nagyon-nagyon részletes kutató munka előzte meg ezt az egészet, és persze történészek is segítettek minket benne. Balázs, te 4 évvel ezelőtt csatlakoztál az Alkotógárdához rendezőként. Te mit láttál meg ebben a filmben és történetben, amitől aztán a szenvedélyeddé vált ez a film? Hát ez egy romantikus kalandfilm, ami nekem mindig is a mániám volt, tehát egy kosztümös kalandfilmet megcsinálni, az egy olyan lehetőség, amit mindenkinek megdobog a szíve, tehát hogy tényleg egy nap története, 24 óra története, ahol a március ifjakat követjük végig, és ahol egy kis benyomást szerezhetünk arról, hogy milyen lehetett ezen a napon velük együtt izzani, velük együtt szenvedni, velük együtt örülni egy ilyen nagyon bonyolult nap összes eseményének. Az imént te magad is említetted, hogy 24 órát sűrítetek bele kb. Ebbe a 2 órába. Milyen történetmesélési eszközökkel tudtatok tömöríteni? Mennyire volt ezt nehéz elérni? Tehát ugye bele kell helyezni egy történelmi korba a nézőt, meg kell ismertetni velük rengeteg szereplőt, és hát a cselekményt. Szerencsék volt, mert minél rövidebb ideig tart egy film, tehát minél rövidebb időtől el át, annál könnyebb sűríteni a dolgokat, annál inkább érzi az ember, hogy valami felé tartunk. És a szereplőket nem márulok el azzal nagy titkot, hogy Petőfi Sándor köré gyűjtöttük, tehát Petőfi a központ, és akkor körülötte van a szerelem és a barátok, Szendrei Júlia és a március ifjak, és akkor vannak a rossz fiúk, az ellenfelek, akik megpróbálják megakadályozni az ifjakat és Petőfi Sándort abban, hogy elérjék a célt. És az, hogy össze van sűrítve egy térbe, ugye itt néhány utcáról van szó a Duna két oldalán, meg abban, hogy tehát 24 órában van besűrítve, ezért nagyon könnyű volt valamilyen szinten megírnom ezt a történetet. Mégis csak 5 évet dolgoztunk rá, tehát már könnyű volt az egész. Nekem úgy tűnt, mintha csak... Hát, ha még bonyolult lett volna. Néhány hét telt volna csak el, hogy mintha csak 24 óra lett volna. Meg az is olyan egyszerűnek tűnik, hogy hát a Duna két oldalán. Na, de hát a Duna két oldalán már egy más Buda és más Pest terül el, mint 1848-ban, úgyhogy fel kellett építeni a hatalmas díszletet Fóton, meg annyi egyéb utcát és házat kellett találni. Merre kellett menni a forgatás kedvéért, és miket húztatok föl, hiszen szerintem itt már csak a számokat is kifejezve gigászi dolgokról lehet beszélni, de tényleg milyen szedben sikerült ezt elérni? Igen, hát ugye ez úgy indult 5 évvel ezelőtt, hogy egyszer csak egy körülnéztünk, hogy oké, akkor ezt a filmet meg fogjuk csinálni, biztos megvannak a helyszínek Budapest belvárosában. Volt a múzeum. És ennyi. És ezzel el is fogyott az összes lehetőségünk gyakorlatilag, mert hogy az van, hogy semmi más nem létezik, de még a Landerer épülete létezik, egészen az Erzsébet híd néz rá. Szóval, hogy gyakorlatilag lehetetlen volt az eredeti helyszíneket megtalálni, bejártuk Borját, Baranyát, voltunk Sopronban, Veszprémben, Sopronban végül forradtunk, és ott találtunk egy egész jó utcát, csak hogy az a helyzet, hogy mire az ember biztosítja az összes darut, amit akarja ezt az utcát, hiszen egyetlen nap, egy nagyon zimankós nap történetről van szó, elhelyezzük a lámpákat, az esőztetőt, a ködgépet, a tarararara, maradt 2 darab hely, ahol az utcán egyáltalán elfér a kamera. Úgyhogy innentől kezdve a mi dolgunk az volt, hogy ki kellett tanulni, hogy is lehetne ezt megcsinálni, és így jött a díszletépítésnek az ötlete. Fóton egy komplett díszletváros épült föl, és ott forgatt le a film 70%-a, de forgattunk Sopronban, Komáromban, Esztergomban is. Rengeteg mindent rekonstruáltatok, olyan dolgokat is, amiket nem is gondolnánk, hogy hozzáfogtok. Emeljetek ki néhány olyan dolgot, amire így nézőként érdemes odafigyelni, akár még a háttérben is. Hát például a Pilvaxnak a menüje, az egy 1834-es nyíregyházi csárdának a menüjén alapszik, de megtalálható rajta azok az ételek is, amiket akkor ettek a fiúk ott a Pilvaxban. Vagy például az osztrák személyigazolvány, minden egyes szereplőnek volt személyigazolványa németül, mindenkinek benne volt a neve, a leírása, mert akkor beleírták, hogy kinek milyen alakú az arca, és így tovább. De ez nem egy mágneskártya volt, hanem egy összehajtott kis papírka. Akkor
akkor a 12 pontnak különböző kézirat változatai, amit a különböző fiúk különböző helyzetekben írnak és javítgatnak és összevonnak pontokat. Mi volt még? Hát hasonlóan izgalmas volt, hogy a Petőfi lakásának a rekonstrukciója, amit ugye Orlai Petrik Soma legendás festménye alapján reprodukáltunk, és Petőfi dolgozó asztalán az utolsó szoborig tényleg igyekeztünk mindent újra megteremteni. Ezek olyan pici finom részletek, amit nyilván nem mindenki fog egy a fejéhez kapni, hogy jó, ez pont olyan. Most már lehet, hogy igen. Viszont nagyon jó látni, és tényleg nagyon hiteles hatást kelt a részletek szintjén. Azt hiszem, hogy a vizuális megoldások terén is hát olyan elképesztő trükkök lesznek ebben a filmben, ami még magyar filmben nem nagyon volt. Már csak a trélert is, hogyha megnézzük, akkor olyan kameramozgások és olyan látványvilág fogad minket, hogy az valami elképesztő, ezeket hogyan sikerült megoldani. Most ugye a VFX-et talán már mindenki ismeri. Hány százalékát fedi ez a filmnek? Hát a film durván negyede tartalmaz digitális beavatkozás, hát 500-nál több felvétel. Ezért ezt úgy kell elképzelni, hogy Magyarországon nagyjából, aki ezen a területen dolgozik és él és mozog, az elmúlt egy évben dolgozott a filmen, sőt egy részük csak a filmen dolgozott. Tehát ez egy óriási vállalás. Nyilván a néző nem dinoszauruszokat és King Kongokat fog látni a képen, hanem egy remélhetőleg hiteles látványt, és nagyon ritkán fog eszébe jutni, hogy ez vajon a valóság vagy digitális. De mondjuk, hogy egy példát mondjak, ha már itt vagyunk ezen a csodálatos helyen, Budát és Pestet ebben az időszakban egy hajóhíd kötötte össze, ami 45 darab hajóra helyezett fapallókat tartalmazott, amit napjában kettőször szétnyitottak, egyébként rengeteg ló segítségével, és ez volt az egyedüli összeköttetés. Na hát ezen a hídon, ezen a hatalmas hídon, ami márciusi ifjaink egy nagy tömeg kíséretében a film egy pontján át fognak kelni. Hát dinókat valóban nem fogunk látni, de szürke marhákat és különféle állatokat igen, meg elképesztő kaszkadőr mozdulatokat is. Melyek voltak a legizgalmasabb pontjai ennek a forgatásnak? De én az író vagyok, tehát számomra én kimentem nézni. Én ez a forgatókönyvben mindig úgy van, hogy én leírom az akciót valamilyen szinten, de úgy, ahogy ez nekem a karakter szempontjából fontos. De aztán átkerül az egész a kaszkadőrökhöz, és nekem csak az fontos, hogy az maradjon meg, hogy ha vannak ezek a karakter pillanatok, aminek meg kell történni, ez legyen meg, de utána már a Balázséké a sztori, tehát ő átmegy hozzájuk, és akkor ők ezt meg. Hát hónapokig dolgoztunk a kaszkadőrökkel, már a forgatás előtt is, ugye maga a forgatás is 3 évszakos forgatás volt, 100 napot ölelt fel, de hát ezt úgy kell elképzelni, hogy próbaterme megben, aztán később külső helyszíneken karabinerekkel, és egy tényleg egy nagyon komoly, egyébként amerikai filmekben edzett kaszkadőrstábbal valósítottunk meg elég veszélyes és elég komoly akciójeleneteket. Azt hiszem, hogy ez tényleg az elmúlt évtizedek legjobban várt magyar filmje lesz, és hát ez mekkora nyomás gyakorol ilyenkor az alkotókra? Mennyire nehéz vagy könnyű egyébként ilyen stressz alatt dolgozni a forgatásokon? Hát óriási felelősséget éreztünk, és ezt elmondhatom egyébként a stáb minden tagja nevében. Tehát nagyon érdekes volt, hogy a helyszínen az utolsó technikusig, bezárólag, tényleg a statisztákig, de az egész kreatív személyzetig mindenki azt érezte, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos ügy. Hogy ennek a filmnek el kell készülnie, hogy erről a témáról, miről, ha nem erről a témáról lehet csinálni egy ilyen nagyszabású és egy ilyen jelentős filmet. És mindenki apait, anyait beleadott, pedig csomóan zsoldosokként számos nemzetközi produkcióban keresik a kenyerüket, de itt most azt érezték, hogy valami olyat csinálnak, ami nekik fontos. Hát nagyon várjuk, hogy mi is lássuk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. És sok sikert a bemutatóhoz. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.